Főz a város, főz a megye, köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió gasztronómiai kalauzát látják a főispán étteremből. Mai vendégem Letenyei Némráz Márta, és talán Márta a fiatalok körében biztos, hogy rögtön ismerősnek tűnsz, és lehet, hogy ők is meglepődnek, hogy most valami mást kapnak tőled, mint amit megszoktak. A tegezést azt engedjék meg nekem a nézők, hiszen régóta mondhatni kapcsolatban állunk Mártival. A megye székhely, és talán már mondhatni, hogy a megye egyik meghatározó ifjúsági központja, a Polip ifjúsági iroda és ennek a vezetője Márta, és hát tulajdonképpen ő az, aki koordinálja a diák életet a megyeszékhelyen mindenképp, de talán már lehet mondani, hogy azért ezek a szálak a megyére is elérnek. Ez itt majd teljesen más szerepkör, itt előttünk ugye étel, alapanyagok, és Márta hoztál nekünk valamit. Mi ez? Igen, hát nekem is ez egy új szerep, azt gondolom, hiszen a konyhába bekukkantani az egy másik történet. Egy frankfurti pulyka mellett hoztam, amit a családom is nagyon szeret, és azt gondolom, hogy akár sokan ki is próbálhatják majd, mert egy könnyű és gyorsan elkészíthető étel. Mi kell hozzá? 4 személyre válogattunk össze, pulyka mellett, 4 szelet pulyka mellett, ehhez ugyanennyi virslit, 2 fej hagymát, egy kis olajon majd meg fogjuk pirítani a húsos szalonát, abból is 4 szeletet választottunk, mustárral, vegetával fogjuk ízesíteni, majd a végén, miután a fehér borban végig fogja párolni az idejét ez a pulyka, akkor majd egy habarással, tehát egy tejfölös habarással fogjuk zárni, és galuskával fogjuk tálalni. Nagyon-nagyon jól hangzik számomra legalábbis. Én azt javaslom, Márti, akkor lássunk is hozzá közben, meg úgy is faggatlak. Mi az első lépés? Mindig ugye mondhatni, hogy minden kezdet nehéz, aztán, hogyha belevágnak a kedves nézők, akkor rájönnek, hogy nem is olyan nagy ördöngösség ez. És a pulyka azt hiszem, hogy mindenképpen egy olyan étel, ami ma napjainkban nagyon népszerű, ugye sokat beszélünk az egészséges táplálkozásról, és ebben az egyik meghatározó tere az biztos, hogy a pulyka a szárnyas húsoknak van. Igen, egy picit át fogom koffolni ezeket a húsikákat, hogy minél vékonyabb, porhanyósabb legyen, és utána fogjuk majd megtölteni. Jó, ezután fogom a vésliket, és megpucolom, és megpróbálom majd valahogy szépen belecsomagolni majd a szeletekbe, vagy a husikánkba, miután megízesítettük őket. Nem kell tehát a vésklit előre főzni, a maga dolgát elvégzi majd. Így van, majd ebben a finom fűszeres szagban fog igazán még hozzá adódni az íze az ételekhez. Előkészületek után jön az ízvilág. Így van. Mustárral fogom először ízesíteni. Ízlés szerint megkenem a húsikát. Hadd faggassalak, amíg ugye itt zajlanak a dolgok. Megsugtad nekem az adás előtt, hogy hát a háziasszonyi szerepkör egyáltalán nem idegen, ugyanis 25 éves házasok vagytok a férjeddel. Hát azt hiszem, hogy volt alkalom gyakorolni. Kik teszik ki a családot, kik azok, akiknek te tulajdonképpen, nem tudom, hogy nap mint nap, de gondolom, hogy azért rendszeresen főzöl. Igen, ez valóban azt gondolom, hogy egy elég szép idő a házas élet számára is, és el kell áruljam, hogy igazán a férjem viszi a főszerepet a konyhában, mert hogy ő nagyon-nagyon jó ízzel és kézzel nyúl az ételekhez, és nagyon szívesen főz, tehát addig, amíg számomra igazán a főzés csak akkor jelent kihívást, hogyha valami új dolgot próbálok ki, addig ő az ilyen napi rutinokban is olyan remek ételeket tud bármilyen egyszerű hozzávalóból is készíteni, amit a család nagyon-nagyon díjaz és nagyon szeret,
Most ezt a hagyományt fogja valószínűleg folytatni a kicsi fiam, aki vendéglátó technikusként tanul itt a középiskolában, és valószínű, hogy örökölt ezt a jó hozzáállást a konyhai dolgokhoz, és ő szokott néha meglepni bennünket azzal, hogy este, mikor megyünk már haza, mert hogy akkor készít valami finomságot. Akkor tudod, hogy már van valami az asztalon. Igen, és hát végülis a nagyfiam kezdi most érzékelni ezeket a különbségeket, és hogy milyen jó is az, hogyha egy férfi tud főzni, és ő például most az egyik ilyen sztárszakácsnak a szakácskönyvét kérte meg karácsonyra, tehát ő is szeretne azért belekukkantani. De hát azt gondolom, hogy igazán amit én főzök, azzal is elégedett a család, de ezt így nagyon jól meg tudjuk osztani a férjemmel közösen. És hát a szűk család, az a két fiam, illetve a férjem, és hát nagyon fontosak a nagy ünnepekkor a nagyszülők, akik közül most már igazán mind a két családban csak a nagymama él, de ezek ilyen rendszeres találkozások vagy nálunk, vagy pedig az ő családi otthonukban. Tehát most elkészültünk az ízesítéssel, a mustárra rászórtam a vegetát, és ebbe kellene most a virslit beleillesztenem, és szépen ügyesen ezzel a hústűvel vagy toppiszkálóval úgy összetűzni, hogy ezek így egybe maradjanak. Szoktam azt is néha, hogyha nem ilyen szép húsiból készítem, tehát hogyha mondjuk a pulykának a combjából készítem, akkor egyszerűen csak beledarabolom a virslit ugyanebbe az előkészítés után, tehát nem fűzöm bele, de amikor majd elkészül, akkor látni fogjuk, hogy így egy nagyon, nagyon szépen szeletelhető és nagyon guszta a terítéknél is. Nagyon helyesek így négyen. Igen, most még kívülről is megszórjuk egy kis vegetával, és itt hívnám fel a figyelmet, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor célszerű ezt már előző nap elkészíteni a húsival, tehát hogy ezt a fűszerezést, hogy ott pihenjen, és még akkor jobban átjárja az íz. Márti, egyébként ugye mondtad, hogy sok mindenre nyitott otthon a konyha, és hát mindenki hozzáadja a családban a maga ízvilágát. Mi az, ami viszi a prímet? Mi otthon a kedvenc? Hát bármennyire is én a szárnyasokat szeretem, és ahogy te is felvezetted, az egészséges életmódnak egy fontos eleme lenne. A családom a sertéshús szereti, és bármennyire is bevisztük a konyhába mindazokat az új ízeket, ami egy kicsit változtat ezen a dolgon, de a fiaim sajnos még mindig a rántott húsnál tartanak. És az illetve, is kizárólag sertésből. Így van, az is kizárólag sertésből, de hát nyilván, hogy próbálkozom a különböző zöldségekkel, amit elfogadnak és megesznek, nagyon szeretnek. Van egy speciális köretünk, mi úgy hívjuk otthon, hogy répás, krumpli, sárgarépa és burgonya van együtt megpárolva, és ettől valami eszméletlen finom ízkompozíció jön el, és ezt például nagyon szívesen veszik bármilyen husikához. De aztán az ilyen szaftos húsokban is mindenevők, hiszen kamasz fiúknak azt gondolom, hogy nem lehet eleget, és bármilyen ételre nyitottak, de hát sajnos be kell valljam, hogy a rántott hús itt még nem übertelesen sem. Azért ehhez az ételhez is jön valami adalék, ami nem biztos, hogy egy egészséges ételnél fontos kellék kell, hogy legyen, ez pedig a szalonna, de hát itt ebben a műsorban is már nagyon sokszor elmondtuk, hogyha az ember tényleg igazán valami finomat és jót akar, akkor vannak olyan bűnös alapanyagok, amelyeket nem lehet kihagyni. Igen, erre anyósom szokta mindig mondani, aki nagyon hosszú ideig itt a plébánián volt szakácsnő, és Isten ilyen főz, hogy hallja ő, és el is fogadja, hogy a koleszterin és hogy egészséges életmód, ez így nagyon fontos, de hogyha előveszünk bármilyen receptet, akkor általában azzal indul, hogy végy két szalonnacsíkot, vagy két darab valami fajta ilyen zsíros telt. És hát vagy egyáltalán két kanál zsír. Igen, tehát ami azt hozza, hogy ahhoz, hogy tényleg ezek a magyaros ízek előjöjjenek, vagy nekünk igazán tetszen, akkor ezek
nagyon fontos anyagok. Most én is azt teszem, hogy ebből a gyönyörű, szép húsos szalonnából kockákra vágok, és ezt fogom majd megpárolni. És ugyanezt pedig még hagymával fogjuk folytatni. Az illatok isteniek, én mindig elmondom, hogy olyan kár, hogy nem találták még fel az olyan fajta televíziót, ahol ezt is úgy az otthonokba tudnánk továbbítani. Márti, megpirult ez Igen. a bizonyos szalonna. Most ezt kiszedem, és úgy fogom utána a hagymát ebbe a finom szalonnás lébe belerakni, és azt fogjuk utána párolni. Két úgymond fázis között azért én faggatlak folyamatosan, és hát azt is tudom rólad, hogy a munkád kapcsán nagyon-nagyon sok felé megfordultál már, és sok országban jártál. Mi az, ami számodra a gasztronómiában, a konyhai világban megkapó volt? Hoztál esetleg valamit haza? Mik ezek az élmények? Egyrészt nagyon fontosnak tartom, ha egyedül, ha fiatalokkal véve, akár egy ifjúsági cserén részt veszünk, hogy az adott ország ételeit megkóstoljuk, és én mindig keresem az ilyen specialitásokat, ami csak az adott országban található meg igazándiból. És a másik dolog, ami pedig az különböző ifjúsági házakat, amikor meglátogathattam, volt szerencsém akár Finnországba, Svédországba, vagy más nyugat-európai országokba is így véglátogatni, az volt a tapasztalatom, hogy szinte minden egyes ifjúsági háznak volt egy úgymond ilyen főzőkonyha része, ami arra inspirálja a gyerekeket, hogy ott bármilyen klubfoglalkozás vagy program kapcsán saját maguknak készíthetnek ételeket. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy egy közös együttlétben a főzés, az étkezés, az együtt töltött idő még csak sokszorozza, illetve közelebb hozza egymáshoz az embereket. És én ezt nagyon-nagyon hiányolom, hogy nálunk még nem tudtunk ilyen helyet megvalósítani, mert hogy másképpen viszonyul a fiatal magához a helyzethez is. Tehát nem egy ilyen kiszolgáló rendszerű a dolog, hogy gyerekek itt van, és egyétek meg, aztán majd jön a takarítónéni, és akkor ő meg majd elmosogat, meg elteszi ezeket a dolgokat, hanem bizony az első pillanattól kezdve ők találják ki, ők viszik az alapanyagot, együtt készítik el mondjuk az adott ételt, és utána ők mosogatnak, ők rakják helyére a holmikat. Tehát azt gondolom, hogy a felelősségvállalás, az életszerűség az adott ezekben a helyekben, és ezt nagyon szeretném, hogyha egyszer itt nálunk is, akár Szekszárdon is viszont láthatnánk. Megpárolódott tehát a hagyma, és visszakerül a szalonna. Bele helyezzük a hús szeleteket. Ezt is egy olyan ötletes ételnek tartom én. Ez egy készrecept, vagy ez egy saját? Hát egy kis átdolgozással, de igazán én is egy barátnőmtől kaptam. És most fogjuk a fehérbort beleönteni, amiben ez a húsika párolódni fog. És az íz, ez a mata bele fog menni a pulykicába. Jó, hát most innentől kezdve nem sok dolgunk van. Néha-néha meg kell kavargatni, hogy megfigyelemmel kell kísérni, hogy nehogy leégjen. És igazán ezért is tartom egy praktikus ételnek, mert hogy nagyon kevés időm van a főzés, illetve gyűjtöm, most már ilyen tudatosan gyűjtöm azokat a recepteket, amelyek gyorsan elkészíthetők, akár sütőben, vagy kevés munkával, hogy minél gyorsabban az asztalra kerülhessen, hogy amikor én vagyok a soros a főzésben. Néhány perc elteltével nem árt ránézni az ételre. Hát azért már én azt hiszem, hogy mutatja magát. Igen, hát hogyha egy picit nagyobb húsiba csomagoljuk ezt a virslit, akkor még jobban mutat már itt a lábosban is. Hogyha szeretnénk még egy kicsit ízesíteni, akkor babérlevéllel tehetjük meg ezt.
Márti, közben azért én hadd érdeklődjek, most mi volt a legutóbbi gasztronómiai élmény, ami téged ért és hol? Legutóbb két hete Pozsonyba brinza haluskit vacsoráztunk, ami strapacska néven talán ismertebb itt Magyarországon. Ez egy speciális sajt, ami túros csuszánkhoz hasonló, de sajttal készül, és ugyanígy töpörtyűvel, aki szereti. Pozsonyban pedig egy közgyűlésen vettem részt, amely a mi irodánk egy európai szövetséghez is kapcsolódik. Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének van egy országos szövetség, illetve van egy európai szintű, és Pozsonyban a 15. közgyűlése volt az Európai Szövetségünknek. Ennek kapcsán nem kevesebb történt, mint hogy az Európai Ifjúsági Információs Kartát módosítottuk, illetve újabb pontokkal bővítettük. Ez a karta minden hasonló irodának, mint amit én is vezetek, egy bibliája szinte, ebben rögzíti mindazokat az alapelveket, amelyek az információshoz jutást a fiatalok számára lehetővé teszi. És hát mindez azt hiszem, hogy Tolna megyének is nagyon-nagyon hasznos lesz. Ugye a műsor elején utaltam rá, hogy talán a polip még egyelőre Szekszárdon látja el leginkább funkcióját, de ahogy a polip, ugye a csápok azok már nyúlnak a megyére is. Így van, annak idején nem véletlenül választották a fiatalok a polip elnevezést, és hát lehet, hogy éppen most itt ennél a főzőcskén egy polip salátával kellett volna előrukkolja. De ugyanígy az információk eljuttatásában, illetve a tevékenységében is próbál megyei szintre is tovább lépni. Eddig is voltak, hiszen a Diákparlamenttől kezdve több olyan az újságunk is mind megyei szinten működött, de most konkrét információs pontokban is meg fog nyilvánulni ez a tevékenységünk. A megye jóvoltából egy pályázati forrás segítségével információs pontokat alakítunk ki Tolna megyében, és ehhez a kistérségek lesznek a partnereink, illetve teleházak, akik már az együttműködéseket aláírták. És hát emellett az információs karta értékei mentén fogjuk a képzéseinket tartani, illetve hát ezt a szellemiséget szeretnénk közvetíteni és segíteni ezzel a kisebb településeken, kistérségben élő fiataloknak azon jogát érvényesülni, hogy információhoz tudjon jutni, és ezzel jó döntéseket tegyen majd. Lehet, hogy majd arra vonatkozóan is, hogy éppen közösen nagy-nagy főzések lesznek, és a megyei ízei is közelebb kerülnek egymáshoz. Így legyen. Tényleg az utolsó fázis már, aminél a főszereplő, az egyik főszereplő a tejföl, jön egy habarás. Így van. Annyiban különleges, hogy a liszten kívül egy nagyon pici kis reszelt citromhéjat is szórhatunk bele, és ez még pikánsabbá teszi az ételt. Ezt még nem hallottam, ha vallom őszintén. Meg kell majd kóstolni. Fűszerezés tekintetében is bátor a család? Tehát jöhet minden, ami... Igen, azt gondolom, hogy ilyen bevállalós. Világba beszerezhető? Igen, és különösen a kicsi fiam, miután ez a szakmájába is vág, ő meg aztán nagyon forszírozza, és utána jár, és kéri, hogy még mi mindenre van szükségünk. Most a legutolsó ötlet az az, hogy a konyhaablakunkba szeretnénk egy ilyen virágos kert helyett egy ilyen fűszerkertet oda delegálni, és ennek a beszerzése ez most zajlik, mert hogy igazán a legfinomabb fűszerezés az a friss zöldségekből lehetséges. Egyre több háztartásban egyébként már tapasztalom és látom ezt, hogy fűszernövényekkel van tele a konyha, a lakás zegzuga, és hát tényleg pótolhatatlan, szóval össze nem lehet hasonlítani mondjuk akár a bazsalikomnál a szárított bazsalikomot, meg a friss bazsalikomot. És már azt is elmondhatjuk talán, hogy minden be is szerezhető nálunk. Igen, és ez nagyon jó, hogy mi is egyre nyitottabbak vagyunk. Hát most itt próba szerencse.
A retteget habarás után még néhány percig főztük az ételt, és íme a végeredményt láthatja már a kedves néző. Hát én azt hiszem, hölgyeim, uraim, hogy ki kell próbálniuk ezt is, bár mondhatják, hogy én mindig ezt mondom, de elárulom, belekóstoltam, nagyon-nagyon finom, úgyhogy én nagyon örülök, Márti, hogy elhoztad ezt a receptet, és hát gondolom, hogy azért ti is mindig valami kísérőt is fogyasztotok. Itt a Borvidéken elengedhetetlen egy jó pohárral levezetésképpen. Mi az, ami nálatok kedvenc? Hát nálunk miután a családnak van egy pici kis gazdasága, mi igazán vörösbort szoktunk inni, hiszen a nagyon finom saját borunk van, de ehhez mindenképpen egy fehér bor illenék, és ehhez az ajánlathoz kértem meg Pető Lászlóné Erzsikét, az Aliszka Borrend alapító tagját, okleveles borbírálót, hogy ajánljon a szekszárdi pincék közül. Hát Erzsike, én örülök, hogy eljött és itt van nálunk. Mit hozott nekünk? Egy 2003-as szekszárdi fehér küvé bort, egy Chardonnay szürke barát házasításából, és ahogy figyeltem az ízesítést, ezt a pikáns ízesítést, mindenképpen egy karakteres, illatos, gyümölcsös, ropogós, friss fehér bort ajánlanak ehhez az ételhez. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy élvezeti értéket ad ez a bor, és ez az étel együtt fogyasztva, és azt hiszem, hogy az ízek nagyon szépen fognak érvényesülni. Akkor nincs más hátra, mint hogy megkóstoljuk, és talán nem hangzott el, hogy Mészáros Pál pincészetéből való a bor. Pincészet bora, és tényleg egy nagyon megbízható, szép összeállítás. És remek kísérő a mai ételhez, nincs más hátra a hölgyeim és uraim, mint hogy önöknek is azt kívánjuk, hogy fogyasszanak egészséggel minden finom falatot mindannyiunk kedves egészségére.